A budapesti regionális nyomozóügyészség 2024. június 27-én emberölés előkészületének büntette, hivatalos személy elleni erőszak büntette, és garázdaság vétsége miatt emelt vádat azzal a 23 éves büntetlen előilletű fiatalemberrel szemben, aki a jászladányi családi házuk nyitott kertkapujában állva egy 20-25 cm élhosszúságú, 10-15 cm lapmagasságú és 10-15 cm hosszú nyelű húsvágó bárdot a feje fölé emelve, majd azzal a vele szemben intézkedő rendőrök felé csapkodva az eljáró járőröket azzal fenyegette, hogy megöli őket. Ezután a kezébe vette 4 éves kislányát, és egyik kezében a gyermeket, a másikban a bárdot fogva folytatta a fenyegetőzést. Az ügyben kitűzött előkészítő ülésen a vádirat ismertetésére és a vádlott kihallgatására került sor. A vádiratot a budapesti regionális nyomozóügyészség részéről dr. Meló Tamás ismertette, aki elmondta, hogy milyen büntetést érdemel a vádlott az ügyészség szerint. Abban az esetben, hogy az előkészítő ülésen bűnösségre és kitegedünk beismerő vallomást tesz, és lemond a tárgyalásról való jogáról, abban az, hogy indítványos, hogy a bíróság ítélje őt 5 év börtönfogható szabadságvesztésre, továbbá 5 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától. A fiatal férfi azzal védekezett, hogy azért követte el tettét, mert pont akkor veszett össze akkori párjával, és emiatt feldúlt állapotban volt. Azonban az orvos szakértők azt állapították meg, hogy a fiatal férfi szervezetében az eset idején kristály, vagyis crack fantázia nevű kábítószer volt, és ez is hatással lehetett a viselkedésére. A vádlott végül elfogadta az indítványt, valamint lemondott a tárgyalás jogáról. Dr. Ivanov Dömötör bíró hirdette ki az ítéletet. A 2024. március 19-e napjától előzetes fogvatartásban lévő vádlott bűnös, kettőrendbeli emberölés előkészületének büntetében a BTK 160. pas első bekezdés és harmadik bekezdés szerint, hivatalos személy elleni erőszak büntetében a BTK 310. pas első bekezdés alpontja és második bekezdés harmadik fordulata szerint, és garázdaság vétségében a BTK 339. pas első bekezdése szerint. Azért a bíróság vádlottat halmazati büntetésül 5 év szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés végrehajtási fokozatát börtönben határozza meg. A kiszabott szabadságvesztésbe beszámítja a 2024. március 19 napjától 2024. szeptember 9. napjáig előzetes fogvatartásban eltöltött időt. A vádlott a szabadságvesztés büntetésből legkorábban a kiszabott büntetés kétharmad részének a kitöltését követő napon bocsátható feltétele szabadságra. A védőügyvéd enyhítést kért, illetve kezdeményezte a kényszerítő intézkedés megszüntetését. A jogerős döntést másodfokon a szegedi ítélőtáblán fogják kihirdetni.